A dél-dakotai Black Hillben található egy műemlék jellegű kastély, ahol Gary és Sandy Cole lakik, akik a CBN partnerei. Az ingatlan nem csak lakásként szolgál, üzleti vállalkozásként esküvők kedvelt helyszíne is. Évekbe került, amíg a házas pár meg tudta venni a házat. Gary pilótaként dolgozott, de 1990-ben megbetegedett, és emiatt abba kellett hagynia az akkori munkáját. Az egyik reggel felkelt, és utána hirtelen már nem is tudott mozogni. Azt mondták, hogy egy úgynevezett szitomegalovírus fertőzést kapott, az immunrendszere leállt. Gary végül felépült, de olyan sokáig kimaradt a munkából, hogy kénytelenek voltak csődöt jelenteni. Lefaragták a kiadásaikat, de a tizedet továbbra is fizették. Világosan kifejeztük, hogy az Úr partnerei vagyunk. Minden, amink csak van, tulajdonképpen istené. Azt tudom mondani, hogy olyan új lehetőségek kezdtek megnyílni előttünk, amit csak is Isten tudott megnyitni. Új vállalkozásukban étrendkiegészítőket forgalmaznak, megfogadták, hogy kijönnek az adósságból, és hogy adakoznak a nyerességükből. Az üzlet beindult, és hamarosan kikerültek a csőd helyzetből. Éveken át küszködtünk, de ezután már jól alakultak a dolgok. Hamarosan a CBN partnerei is lettek. Tudom, hogy mikor a CBN-nek adakozom, akkor például élelmiszert és ruházatot kapnak rászoruló emberek, katasztrófa sújtotta települések kapnak segítséget, és hirdetik Isten igéjét. Amikor eladóvá vált az ingatlan, akkor már tehettek rá ajánlatot, és végül féláron sikerült megvásárolniuk. Azt gondolom, hogy Isten jósága nélkül biztosan nem lenne meg ez az ingatlanunk. Ez Isten kegyelmének és jóságának köszönhető. A vállalkozásuk ma is növekszik, és meg vannak róla győződve, hogy ennek az elkötelezett adakozásuk az oka. Olyan áldásokat kaptunk, amit csak is ő képes megadni.